hiányzik a bizalom a civilek között. Vajdaságban a civil szervezetek a 90-es évek óta vannak jelen. Legtöbbjük művelődéssel, kulturális tevékenységgel foglalkozik, de számos más területen is jelen vannak a civilek. A Vajdasági Magyar Civil Stratégia egy mederbe tereli a különböző ágazatokban tevékenykedő szervezeteket. Ezek a régiók nagyon különbözők, nagyon nehéz őket összehasonlítani, és más-más előtörténete volt mindegyiknek. Például a Zentai már nagyon régóta működik ilyen szellemben, és ott gyakorlatilag egy megkezdett tevékenység folytatásáról volt szó ez esetben. Szabadkán például, ami bennünket illet, egészen más volt a helyzet, ugyanis itt igazából a közös tevékenységnek az összefogásra kevésbé volt tradíciója. A határon túli magyarság megtartása és megerősítése tekintetében kulcs szerepet töltenek be a civil szervezetek. A magyar kormány kiemelten támogatta a szabadkai, zentai, zombori és kisoroszi civil központok létrehozását és azok tevékenységét. 4 civil központot be tudtunk indítani, és szeretnénk, hogyha bízunk benne, hogy ez folytatódna, tehát nem 4, hanem 6 helyen egyébként. Egy megújított délvidéki civil portál, ami eddig civil keretekben ment, ennél sokkal ütősebb, sokkal erőteljesebb lesz, és bízunk benne, hogy jól fog működni, a civil központokra többek között támaszkodva. Volt a civil központok mellett egy pénzügyesünk, meg egy jogászunk, aki segítette a civileket. 2 kiadványt jelentettünk meg. A civil központok tevékenységét a Nemzeti Együttműködési Alappályázatán elnyert támogatásból valósították meg.